Tömören arra készültek az energiaválság megjelenése idején, hogy megtalálják a megoldást a felmerülő problémákra, és elhatározták, ameddig csak lehet, nem zárnak be egyetlen intézményt sem. A településen óvoda, iskola és művelődési ház is működik. Olyan intézkedéseket próbáltunk ugye mi is eszközölni, hogy az óvodánál is picit visszavettük a hőmérsékletet, és ilyen 22 fokban tudjuk azért a gyermekeket tartani, tudni. Ez mellett az önkormányzat tető szerkezetén is ugye napelemeket tudtunk elhelyezni, szintén BMS pályázatból. Itt a termelt energia nagyjából fedi is a felhasznált villamosenergiát. A gázfűtést teljes mértékben kiiktattuk, vegyes tüzelésű kazánnal láttuk el az épületet, így szintén a településen közmunkásokkal összegyűjtött ágakkal, fákkal próbáljuk a fűtésünket megoldani és spórolni az energiafelhasználással. Hál' Istennek, hogy nincs ilyen intézményünk, amit be kellett zárni, sőt ugye, mivel bölcsödét építünk folyamatban van, és jövőre szeretnék is, hogy az szeptembertől üzemeljen, úgyhogy inkább plusz egy új intézménynek a megnyitásával tudok dicsekedni. Ez a Kovácsi utca Tevel egyik külterülete. Hajdan önálló település rész volt népes lakossággal, mielőtt összeépültek volna. Ma már csak egyetlen utca jelzi a kapcsolatot, ahol 23 lakos él életvitelszerűen. Az önkormányzat fontosnak tartotta, hogy az itt élők komfortérzete azonos lehessen a községben élőkével. Itt a mindennapos megélhetésüknek fontos része, hogy egy olyan járható út legyen, amivel ugye a napi szinten orvosi ellátás, boltba járás, munkába járás teljes mértékben biztosított lehessen, és nagyon-nagyon nagy örömünkre a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt külterületi utak fejlesztése pályázatán nyert is a településünk. Ez egy ilyen 700 méter hosszú útszakasz volt, amit szilárd burkolattal tudtunk ellátni, és úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó minőségű utat tudtunk varázsolni az itt élő lakosok, illetve az itt gazdálkodóknak a számára. Kiskerti, illetve nagyobb kerti, tehát szántóföldi kultúrával foglalkozóknak is ugye vannak területük, és itt a megközelíthetősége ebből a szempontból szintén jobbá vált. Mindemellett a vezetékes ivóvízrendszer kiépítése is folyamatban van, hiszen ezen a településen nem voltak bekötve a rendszerbe az épületek. Az önkormányzat saját részből, önrészből fogja kiépíteni. A főgerincvezetéket már lefektettük, és a szolgáltatóval, az Erő ZRT segítségével ők is nagyon sokat segítenek, tehát közösen fogjuk megoldani, hogy minden ingatlanba rendes vezetékes ivóvíz kerüljön. Ez a saját költségvetésünkből közel 10 millió forintot emészt föl, de fontosnak tartottuk, mert hát ők is a településünknek a része. A nehézségek ellenére egy sikeres esztendő áll a hátunk mögött, mondja Fazekas Attila. A magyar falus programok, illetve a belügyminisztérium által kiírt pályázatok során elég sok mindent meg tudtunk valósítani. Ideértve itt a járdaépítéstől az útfelújításokig. Nagyon fontos volt, hogy az óvoda épületén is a tetőhiazatot ki tudtuk cserélni, meg tudtuk újítani, illetve napelemmel tudtuk ellátni. Ugyanis ugye az idei évben ez az energiaválság eléggé sújtja az önkormányzatot is, ugyanúgy, mint a lakosságot, és hát sok-sok dolgot át kellett gondolni itt a jövővel kapcsolatban. Fel vagyunk készülve arra, hogy nem lesz könnyű a következő esztendő sem, mondja Fazekas Attila, de előre gondolkodunk és bízunk abban, hogy a pályázati ötleteink megvalósításához szükséges források is előbb-utóbb rendelkezésünkre állnak majd.